Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Debrecenben. Köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. És ahogy már szokásos, mondjuk el az om a tiszta univerzum mantráját közösen hétszer. OM-NAM om om akik egybegyűltetek a mai napon, ismeritek-e az egyszerűt és a tisztát? A mélyből és a magasból látva egyaránt mozdulatlan, szemügyre véve világos és egyszerű. Aki felismeri ezt, azt véget tud vetni a meddő vágyakozásnak, és megszabadul a félelemtől. Amit most hallottatok, ez a szertartásaink közül az egyik legsarkalatosabbnak a középpontja. Talán azért, mert az eredeti tudat az egyszerűségében és tisztaságában mutatkozik meg a legjobban. Most olyan világot élünk, hogy nullák és egyek nélkül már el sem tudjuk képzelni, hogy tudunk működni. A digitális technológia nem rossz és nem jó, Nézd meg, hogy hogyan használod, és az hogyan használ téged. Mennyire vagy jelen ebben a pillanatban, és mennyire vagy távol ettől a pillanattól, mondjuk egy képernyő által. Véget tudunk-e vetni a meddő vágyakozásnak, és megszabadulunk-e a félelemtől? Ez a kérdés. Nagyon sokféleképpen akar az emberiség boldog lenni, bizonyos metódusokat évszázadokon keresztül próbálunk, törekszünk, és néha nem merjük beismerni, hogy kudarcot vallottunk. A darabokra szakított tudat nem érheti el az egységet. A nullákra és egyekre tagolt elméhez való ragaszkodás meggátolja igazi önvalónk tapasztalatát. Ebben a pillanatban hány százalékig vagy jelen? 20? 50? Mielőtt ezt a kérdést hallottad, hol járt a gondolatod? Otthon? Az állatoknál? Egy barátodnál? Egy képzetes térben? A múltra, jelenre és jövőre szakadt tudat nem érheti el a felébredést. Ez a gyémánt szútrának a sarkalatos tanítása, amelyet itt a világ fejlettebbnek mondott felén már el sem tudunk képzelni, hogy lenne. Hiszen a tudatunk mindig múltat jelent és jövőt él meg. Mindig a múlt mítoszából alakul ki a jelen narratívája és a jövő képe, vagy álomképe. Milyen lenne az a tudat, amelyik a múlt, a jelen és a jövő összes karmáját ebben a pillanatban éli meg. Nem körben-körben forognánk, hanem megtalálnánk a kör középpontját. Nem a teremtettségünk miatt siránkoznánk és panaszkodnánk, hanem elnyernénk teremtőképességünket. Nincs más dolgunk tehát, mint visszatérni ide. Amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás, nincs semmi dualitás az elmében, egy pillanatra visszatértél eredeti tudatodhoz, megszűnt a narratívád, megszűnt a múltra, jelenre és jövőre tagoltságod, és egy pillanatra megszűntek a nullák és az egyek, amelyek szétdobják a jelenlétedet több millió darabra. Az igazi kérdés, hogy hogy csináljuk -e ezt? a mindennapjainkban. Az ember egy rendkívül komplex lény. Testünkben és lelkünkben energiaközpontok vannak, és hogyha ezeket a központokat helyesen használjuk, akkor meg tudunk szabadulni a félelemtől, meg tudunk szabadulni az illúziók kergetésétől, és egyé tudunk válni a világegyetemmel, mert tapasztaljuk annak lényegét. A mi lényegünk, az állatvilág lényege, a félisteni és isteni világ lényege, a buddhák és bódhiszatvák világának lényege ugyanaz a lényeg. Ha ezt a lényeget tapasztaljuk magunkban és másban egyaránt, akkor haladunk az úton. Ezt hívjuk térszerű, tükörszerű tiszta tudatnak, amely a szemeddel lát, a füleddel hall, a szíveddel érez és az elméddel gondolkodik. És ki mondja azt, hogy én? Abban a pillanatban, hogy kimondtuk, hogy én, már megkülönböztettük magunkat a környezettől és egy másik embertől. Ezt a szellemet, hogy én, már nem tudjuk vissza gyömöszölni az édenkert palackjába. Kell vagy nem, ez van, az emberiség énségben gondolkodik, abban határozza meg önmagát, nevezzük azt jónak vagy rossznak, nullának vagy egynek, tegyük azt a múltba, a jelenbe vagy a jövőbe. Ha ezt az énséget letisztázzuk, akkor megismerjük igaz természetét. Ezáltal harmóniában tudunk élni, szeretetben, boldogságban és bölcsességben, mert azt teremtjük. Ha nem tisztázzuk le ezt a fogalmat, akkor állandó tudatlanságban, téves nézetek között élünk, illúziókat veszünk valóságként, és a meddő vágyakozás és felesleges frusztráció kapzsiságot, haragot, háborúkat, nélkülözést, szegénységet teremt. A Budha és a pátriárkák tanításának egyszerű az üzenete. Az emberiségnek nem kötelező szenvednie. Valójában a Föld csak azt mutatja, amit mi csinálunk. Ez a bolygó nem egy jó vagy rossz hely, hanem elképesztően jól tükrözi az okozatiság működése által az ember karmáját. Magunk vagyunk. Hiába vannak fölöttünk és alattunk világok, nem rendelkezik senki és semmi felettünk. Miért? Mert van énünk. Van egyéni énségünk van párkapcsolati énségünk, családi énségünk és csoportos énségünk. Ha valóban megismerjük ezen négyféle karma teremtettségét, akkor tudjuk helyesen élni az életünket, és félelem nélkül halni a halálunkat. Ha nem, akkor panaszkodunk, kivetítünk, perlekedünk, elvárunk, és biztos, hogy csalódunk. Az alaptanítások közé tartozik a négy nemes igazság, hogy igen, a Földön teremtünk szenvedést, tehát létezik. Ennek van oka. A teremtettsége az oka. Mert valaki, valakik létrehozzák, ez az oka. Van megszüntetése, és van a megszüntetésnek útja. A harmadik nemes igazság nagyon érdekes. Mert a klasszikus irodalomban csak annyit írnak, hogy nirvána. Ez a szenvedés megszűnése. A nirvána szó szerint az ellobbanást, az élet és halál ciklusának a megszűnését eredményezi. Azonban pár száz év múlva ma helyen a buddhizmus egy kicsit tovább ment, és a választott, nem pedig kényszerből felvett újra születésről beszélt. Ha van egy barátod, egy családtagod, aki szenved, nem jönnél vissza érte? Ha van valaki, aki segített, támogatott, nem viszonoznád? És épp ezért a felébredés tapasztalatával már más az újra születés, már más a családi és csoportos és páros és egyéni karma. Ezek mind választott és teremtett minőségek, mert megyünk az úton és tudatosan döntünk, ha nem az utadon jársz, akkor sorsod van. És akkor nem te döntesz látszólag, pedig még a döntést is te ki a kezed közül. Nézd meg! Sorsszerűen éled az életed, vagy pedig tudatosan útonjárás élményével. Ura vagy a világodnak, annak a picinek, vagy pedig azt érzed, hogy mások gyakorolják a hatalmat feletted. Ha helyesen élsz, akkor tested és lelked fölött senki nem úr, csak te magad. Az ember minden helyzetben testtudatosságával és lélektudatosságával a felébredés felé törhet. Lefoszthatja magáról az illúziókat, elérheti a valóságot, és az egyé vált, tiszta, tükörszerű, térszerű tudat segítségével haladhat az úton. Honnan veszed észre, hogy haladsz az úton? Ez a szenvedésből kivezető út, mint a negyedik nemes igazság, ez a nemes nyolcrétű ösvény. A nemes nyolcrétű ösvény mindegyike ezzel a szóval kezdődik, hogy helyes. Helyes beszéd, helyes cselekedet, helyes erőkifejtés, helyes életvitel, helyes elmélyedés, és a többi. Lehetne ebből akár három is. Helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolatteremtés, és helyes működés vagy együttműködés. Lehetne több tízezer, mennyit szeretnél. Ahány van, mindig a helyes az az első szó. Attól helyes, hogy valós. Attól helyes, hogy te tisztán látsz. Attól helyes, hogy senki nem birtokolja a szemedet, a füledet, az elmédet, a szívedet, a testedet, a lelkedet, senki nem birtokolja, te teszed azt. A buddha 2500 évvel ezelőtt felismerte, hogy eredetileg nincs én. Olyan, mint a ház, megépítjük. Megépítjük testből és lélekből. A lélek leszületik, felveszi a testet, és abban a pillanatban, hogy ez megtörténik, élet születik. De amíg az én fogalmát nem tisztázzuk le, addig nem tiszta az életünk. Nem helyesek a döntéseink. Mások gondolatait gondoljuk, mások érzelmeit érezzük, ami nem baj, csak ne cseréld össze a sajátjaiddal. Amikor a tisztállátás igénye teljessé válik, akkor természetszerűen megfogalmazódik az a mondat, hogy miben segíthetek. Hogyan segíthetjük ezt a világot, és ez nem pusztán filantrópia vagy egy vallásosnak tűnő együttérzés. Ez annak a belátása, hogy milyen mélyen kapcsolódunk mi emberek, hányféleképpen van közünk egymáshoz. És az az érdekes, hogy ha ezt fölismered, akkor az individualitásod nem sérül, hanem inkább letisztul és a szabadság és felelősség egyszerre mutatkozik meg számodra. Főleg nyugaton azt gondoljuk, hogy ilyen kis borsószemekként szemekként létezünk egy hatalmas egy fazékban, előbb-utóbb kifővünk. Ha jól csináljuk, egy kis nokedli, meg petrezselyem is jön hozzá, de hogyha rosszul csinálják, akkor valaki a lábas oldalán egy fakanállal ezeket a borsószemeket szemeket ugye eldolgozza. Valójában mi emberek sokkal inkább egy tenger hullámaihoz hasonlítunk hogyha a hullámtaréjok alatt húzod meg az egyenest, akkor csak a hullámok tetejét látod, és úgy tűnik, mintha el lennének különítve. Ez a felső 10 centi. De hogy lejjebb mész, meglátod a családi karmát, hogy hány hullámtaré jön egy hullámból. És utána még mélyebbre mész, és látod a különböző típusú társadalmak karmáját, amelyek ezek a lassú, nagy hullámzások, amelyeknek taréjai nincsenek, de mégis ezek kötik össze a kisebb hullámokat és a taréjokat alul. Majd van a tenger legmélye, az a közös, tudattalan, ami az emberi lélektartalom nagy része. Ezen keresztül akadálytalanul kapcsolódhatunk egymáshoz, ha engedjük. Ehhez nagyfokú belső és külső őszintesség kell, a tisztánlátás igénye és bátorsága magunk felé és mások felé egyaránt. Hányszor tűrtél illúziót abban a reményben, hogy attól jobb lesz? Engedted, hogy hazudj magadnak vagy másnak, remélvén, hogy ettől kíméletesebb leszel, és a végén kiderült, hogy nem megy. Ritkán beszélek az öt fogadalomról, de most ide kívánkozik, mert beszéltem arról, hogy a szenvedésből kivezető út az milyen stációkat tartalmaz, és emlékezhettek rá, mindegyik azzal kezdődik, hogy helyes, és ha így gyakorolsz, így élsz, akkor eredményt érsz el. Ki tudsz jönni a szenvedésből, és amennyire mások engedik, másokat is ki tudsz hozni belőle. De hogy tudod megtartani ezt az eredményt? Ez a fogadalmak nélkül nem megy. És az első és legfontosabb, hogy tartózkodom az élet elvételétől. Miért? Mert ha egy testet és egy lelket elszakítasz, akkor többet már nem tudod összeragasztani. Nem tudod az életet helyreállítani. Emberként biztos nem. Lehet, hogy más lényként sem. Hát ez az élet mert csak a testet fölvéve és a lélek útját járva érhetjük el a felébredést, és valósíthatjuk meg azt az önmagunkat, amiről még nem is biztos, hogy tudsz. Még lehet, hogy nem érzed. Még lehet, hogy nem is találkoztál vele. Ez az a valaki, aki akkor vagy, amikor két gondolat között megfogod a mozdulatlanságot. Amikor két szó között tapasztalod a csendet. Amikor az összes avatárodtól, személyiségelemettől megszabadulsz, és a sok-sok színész megáll a színpadon, és mindegyik a rendezőre mutat. Ez mind az élettől függ. Ehhez test kell, ehhez lélek kell, ez a kettőnek a kapcsolata kell. Az élet szentsége tehát az úton járás szentsége. A második az oda nem adott dolgok ellenvétele. Most gondoljátok el, hogy milyen társadalom lenne az, ahol rendszeresen az oda nem adott dolgokat mások elvehetnék, hogy ez meg lenne engedve. Nem lenne biztonságban senki sem. A harmadik, és ez pontosan az előző beszédbeli passzushoz illik, az a tartózkodás a hazugságtól. És ez nem pusztán beszédbeli, bizony gondolatbeli, érzelmi és tettbeli hazugság is, amikor nem mersz, nem akarsz őszinte lenni magadhoz, és így másokhoz sem vagy az. Onnan tudod, hogy a léthazugság gyengít, elgyengülsz, valami elkopik belül, üregessé válik, és már magadnak sem mered bevallani, hogy ez így érdemtelen, méltatlan, üres, hiába való. És egyetlen pillanatnyi kapcsolat önmagaddal, egyetlen pillanatnyi kapcsolat mással, egyetlen őszinte pillantás vagy érzés már kezd az életbe visszahozni. Már erősebben ver a szíved, már egyenesebb a szempillantásod, és rájössz, hogy ezt a minőséget érdemes élni, ezért érdemes küzdeni. A negyedik a tartózkodás a bódítószerektől. És ahogy a bevezető elején mondtam, a bódítószer mostanában lehet teljesen anyagtalan, kémiátlan, lehet csak egy képernyő által nullákra, egyekre, pixelekre és hangokra szabdalva, amelyet emberek írtak, teremtettek, rajzoltak más embereknek, hogy azokat megkössék. A figyelmüket megragadják, az idejüket vesztegessék, és a gondolataikat, érzelmeiket formálják. A bódítószer mostanában nem pusztán az, aminek a terjesztésért börtönt lehet kapni. Igen, azok is vannak, és tartózkodjunk ezektől is. De a saját vagy mások gondolatai, annak az elhívése, az illúziókon való élés a legnagyobb addikció. Nézd meg ezt a két szót. Koncepció és addikció. Nagyon szépen függenek egymástól. Valójában az ember a saját gondolkodásába szerelmes a legjobban, vagy a saját érzelmeibe. Ezekhez szoktunk hozzá a leginkább, és ezektől nem tudunk megszabadulni, úgy tűnik szinte soha. És természetesen az ötödik tartózkodás a csalástól. És ez nem csak az elkötelezett kapcsolatok egyoldalú megtörése. Ez minden, ami a mások hitével való játék, a mások lojalitásával, önzetlen segítségével való visszaélés. És hogyha ezt az öt fogadalmat megtartaná az emberiség, akkor a 90 a a szenvedésnek eltűnne, lehet, hogy több. Egyszer olvasd végig a kedvenc hírcsatornádat ezzel a szemmel. Valójában mi történik ezekben a cikkekben? És folyamatosan nem történik más, mint hogy arról tudósít téged valaki, hogy az öt fogadalmat a világ egy adott pontján, egy adott pillanatban kik hogyan szekték meg, hogyan nem tartották be. Mert ez az esemény, ez az, amire figyelünk, ez az, amire az életösztönünk rögtön felel. Az igazi kérdés tehát, hogy milyen életet szeretnénk élni. Nullákra és egyekre szakítottat, képernyő vagy egyéb média függő életet, vagy pedig olyat, amikor egymást látjuk, vagy pedig olyat, amikor egymást vesszük észre, egymással teremtünk kapcsolatot, és a virtuálisból valóságos lesz, az abstrakcióból konkrét lesz, a széttagoltból jelenlévő lesz, a gyengéből erős lesz. Ez mind rajtunk múlik. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint felismerni, hogy lelkünk és testünk teremtője, újraformálója, az bennünk van mindannyiunkban. Ezt a lényeget azt mondom, nem csak jogunkban áll tapasztalni, hanem valahol emberi kötelességünk is. Ez Európában érdekes módon a katarzis élményében szokott a leginkább közel jönni hozzánk. A katarzis megszabadít az illúzióktól, az énségtől, a felvett gondolkodás és érzelem mintázatoktól, pusztán a műalkotás átélése útján. Annyira megragadó a műalkotás, annak a működése, hogy elfelejted közben, hogy ki vagy. Vagy egy koncert végén, amikor a hangok visszatérnek a csendbe, van az a végtelennek tűnő pillanat, amikor a zenének már vége, de még nincs taps. Egy megmagyarázhatatlan, végtelen élmény. Az a csönd, amiben minden benne van. Ezt a meditáció útján tudatosan, rendszeresen át lehet élni. Ez a katarzis mindannyiunké, mert valahol mindannyiunk a tisztulásra és a boldogságra vágyik. Ez az út járható, ez a minőség megvalósítható. És hogyha ebben segíthetek, akkor kérlek tegyétek fel kérdéseiteket. Csak szeretném megköszönni először, hogy ezt a rengeteg videót elő elérhetővé teszed. Nagyon Nagyon hálás vagyok, nekem nagyon sokat segített. Én pánikbetegséggel küzdöttem, és én május 10-én találkoztam először a videóddal, és azért tudom ennyire pontosan, mert nekem azóta nem volt pánik rosszul létem. Azt szeretném kérdezni, hogy mondtad egyszer egy videóban, hogy menjünk közelebb a félelmünkhöz, és ismerjük meg. És én ezt az utat elkezdtem járni, és én közelebb is mentem hozzá, és olyan helyzetek jöttek szembe, amiket most úgy gondolom meg tudok oldani, amitől eddig rettegtem, tehát nem is tudom, hogy hogy. De azt szeretném kérdezni, hogy vannak olyanok, amitől még mindig nagyon gyomorgörcsön van. És amikor nem kell beszélni, akkor teljesen jó, mert mondjuk mondom a Steve Sutrát magamban, vagy mantrázom, és az nekem nagyon sokat segít, de vannak olyan helyzetek, amikor beszélni kell akár egy munkahelyen, vagy olyan szituációban, hogy, hogy azzal nem nagyon tudok mit kezdeni, hogy ebben tudsz esetleg segíteni. Igen. Képzeld el, hogy egy darma beszéden teszel föl kérdést, amely most akadálytalan. De tőled nem félek. Örülök. <laughs> hát ilyenkor visszatérsz a mantrához egy kicsit, és lép nyugodtan távolabb is, hogyha kell. Azzal, hogy szembeállsz a félelemmel, nem fagysz le, nem menekülsz és nem harcolsz, azzal a legnagyobbat hozod magadnak és másoknak is. Az a szembeállás, amely végre mozdulatlanul tud tükrözni, leválasztódni, felismerni a teremtettségét az adott félelemnek, és megszüntetni azt, pusztán azért, mert nem táplálod, és ha nem táplálod, akkor előbb-utóbb kifut az energiából, és megszűnik. Tehát szépen falatonként azt a tortát. Kis félelem, közel lépsz. Nagy félelem, picit távolabb maradsz. És figyeled. És amikor a nagyból már kisebb lett, mert merted figyelni, mert mertél szembenézni vele, akkor közelebb lépsz. Akkor megint ugye tárgy, tehát növekszik, Megállsz, megint figyeled, megint összemegy, megint közelebb és tenyersz. Aki pedig emberként rémít meg egy kicsit, őrá kérdez belőle, hogy ki ő valójában. Lehet, hogy teljesen másképp látod. Lehet, hogy egy rendőrnek, egy papnak, az apádnak, egy börtönőrnek látod, hol csak a főnököd. Oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. A tehetség kérdés vagy téma körében lenne egy kérdésem. Szóval Kislányom kapcsán megenged, hogy feltegyem a kérdést, mert itt ül mellettem egyébként. De ha ő is olyan bátor, mint az anyja, akkor megszólalhat? Szeretnéd egyes szem első szemében feltenni a kérdésedet? Igen. Én is nagyon szeretném. Hogy ugye a továbbtanulás, hogy hogy döntsük el, hogyha, hogy úgy sok, sok irány el, és hogy, hát, hogy mit válaszunk, vagy ezt hogy döntsük el? Ilyenkor ebből a pillanatból előre nézzünk a jövőbe. És meglátod, hogy hányféle úton mehetsz oda. Hogyha állatorvosi tanulmányokat folytatsz, akkor állatorvos leszel. Ha vendéglátó tanulmányokat folytatsz, akkor vendéglátó leszel. Ha eladó tanulmányokat folytatsz, akkor eladó leszel. Ki szeretnél lenni? És ha ezt eldöntöd, akkor azon az úton kell menni, ahogy az megvalósulhat. Miben hiszel itt belül? Kivé kell válnod? Ez arra vezethető vissza, hogy mindenkinek valami dolga van ebben az életben, csak nagyon sokszor erre nem jövünk rá. Rá kell jönnöd, hogy miért születtél meg, mi a dolgod, és a legelső forrása ennek apa és anya. Meg a testvérek, ha van. Van? Nagyon jó. Tehát, aki a világon a legjobban ismer téged, ők a legközelebb vannak hozzád. És hogyha velük sokat beszélgetsz, kirándulsz, cselekszel, és ugyanígy az iskolában is, előbb-utóbb rájössz, hogy itt belül mi van. Mit hoztál le? Mi az erényed? Mi a tehetséged? És ha erre rájössz, akkor azzá a felnőttét tudsz válni, akivel később, öregkorodban jó lesz együtt élni. Jó? Oké. Köszönöm. Szívesen. Van még kérdésed? Nincs. Oké. Okay. Kedves Szúnyi, az lenne a kérdésem. A szutrában úgy van, hogy a múlt, a jelen és a jövőnek a karmája összpontosul ebben a pillanatban. A múlt és a jelen az úgy rendben van, a jövőt azt hogy kell értelmezni a jelenbe? Dolgozó határidőkkel? Igen. A határidők először a jövőben vannak, aztán villámgyorsan megérkeznek a jelenbe. Szoktál előre gondolkodni? Igen akkor teremted a jövőt. És az van a jelenbe. Hát ide Amit nem teremtünk meg, az nem jön ide, az olyan déli báb marad. Képzeld el, hogy egy sivatagban vagy, már nagyon szomjas vagy, már delírium, már minden van, és ilyen déli bábokat látsz. És tudod, hogy a déli bábok azok illúziók. És az ember már mindent lát, mert annyira szomjas. És amikor már a 20. pámaligetet látja, akkor már 20-szor gondolja, hogy ez is illúzió, és nem szabad arra felé menni, egyszer csak madárdalt hallasz. És látsz egy repülő madarat. És az a madár az valós. Azt hallott, azt láttad, az itt volt. És az elmegy abba az oázisba, amelyik nem déli báb, amelyik nem illúzió. Tehát nagyon sok olyan jövőképünk van, amely jobb, hogy nem is valósult meg. Most gondold el, hogyha minden gondolatunkkal tudnánk egy adott jövőképet idehozni a jelenbe, nagyon hamar szétesne ez az egész. Közzel 7,9 milliárdan vagyunk ezen a bolygón. Most gondold el, hogyha az emberiség csak a gondolatával a jövőt meg tudna ebben a pillanatban így valósítani, nem sokáig működne ez az egész. Tehát energiát teszel az időbe, ciklikusan és lineárisan, és ami jövőnek tűnt, az materializálódik, megmutatkozik a jelenben. Valójában az emberi elme terméke mind a ciklikus, mind a lineáris idő. Tehát nekünk teljesen más időélményünk van, mint mondjuk a kutyáknak, meg a macskáknak, mert másképp működünk, más az elménk. Úgyhogy amit jövőként megteremtünk, az abban a pillanatban, hogy megvan, megmutatkozik a jelenben. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm szépen először is, hogy itt lehetek, és nagyon hálás vagyok a tanításokért. Ő nekem olyan kérdésem lenne, hogy voltak előző életeim, amiben visszamentem irányított meditáció által, és átéltem a akkor elszemedett traumákat, amiktől egyúttal meg is szabadultam nagyon nagy kő esett le a szívemről, hogy azokat a rossz dolgokat én újra éltem. Viszont ami a nem tudatosan, de a közelmúltban jönnek elő másik előző életekből képek, amikor csak úgy a, hét minden, a hétköznapokban bármikor beugrik. És úgy, hogy viszont nem tudatosan készülök rá. Nem gondolok rá, mert ő igyekszem a jelenben lenni, illetve a múltban nem leragadni, de még mindig vannak olyan dolgok, hogy adott szituációban ugyanazon a helyen vagyok, egy faluba, például is azt tudom, hogy előző életemben volt, de nagyon negatív érzés fog el, és szorongás. Viszont semmilyen képet nem látok, hogy meg tudjam fejteni, hogy ez miből ered, vagy hogy ez miért jönnek elő, amikor én már nem szeretném őket látni szilárdítsd meg a pillanatot, különben szétoszlik az elméd működő képessége. Képzeld el, hogy te szeretsz mosogatni. Ehhez kinyitod a konyha keverőcsapját, és mosogatsz. Utána elrakod az összes edényt, de nyitva hagyod a csapot. Ha nyitva hagyod a csapot, előbb-utóbb elárasztja a konyhát, a lakást, a házat, mindent. Vannak olyan terápiák, ahol a regressziós módszert, ahogy említetted, alkalmazzák. De ha nem tanítják meg neked azt, hogy a kaput hogyan zárd vissza, és hogyan legyél teljesen jelen ebben a pillanatban anélkül, hogy a tudattalanodba spontán visszautaznál, akkor ez félmunka és a könnyebbik fele. Tehát vissza kell tudni jönni ebbe a pillanatba száz százalékig, ezért gyakorold tudatilag ezt. Mert ha nem, akkor elveszel a múlt árnyai között. Állandóan ellenőrzöd a tudatodat, hogy ez az emlék most hova tartozik. Miért történik ez velem? Koncepciókra, nullákra és egyekre szabdalod föl az elmét, és nincs szilárd jelenlét. Tehát vissza kell tudni csukni a tudattalan kapuját, el kell tudni zárni a csapot a konyhában ahhoz, hogy te nyugodtan mehess az utcán és egyenesen néz szembe más emberrel. Ha zen gyakorolsz, ott nincs se regressziós, sem progressziós meditáció. A pillanat tiszta meditációja van, és eközben megmutatkozik minden, ami ennek az akadálya. Tehát nem mi megyünk a múltba, a múlt karmája jön el hozzánk, és megmutatja a traumát, és megmutatja az extrém örömöt, megmutatja a szélsőségekkel való azonosulásunkat, csak azért, hogy ez a pillanat letisztulhasson. Ugyanígy a jövő összes aggodalma, szándéka, minden megjelenik, csak azért, hogy kiszelektálódjék spontán az, ami megvalósul. Nem mi megyünk a jövőbe, nem mi megyünk a múltba, az jön el hozzánk. Ez a dupla biztonság. Tehát azt tanítjuk, azt éljük, hogy ezt a pillanatot a maga teljességében éld, átfogd föl, és ha jól csinálod, akkor add is át. De ha a regresszióból nem tudsz visszajönni, akkor veszélynek teszed ki magadat és a körülötted lévőket. Ezért kell nagyon szilárdan a tantien praxist megalapozni, hogy a felső csakrák összes karmáját jelenléttel, tisztánlátással tud uralni, és ne a gondolatot egy gondolattal, vagy az érzelmet egy érzelemmel, mert az rövid úton frusztrációhoz, elégtelenséghez, esetleg működésképtelenséghez vezethet. Tehát ahogy a mosogatásnak van kezdete és vége, ugye a terápiának is van kezdete és vége, és ha vége van, akkor nem megyünk többet oda-vissza. A zen az az intuitív memóriát segíti amire szükség van, azon nyomban késedelem nélkül feljön a tudattalamból, addig marad az elme tudatos szobájában, ameddig szükség van rá, és utána azon nyomban visszamegy a csapóajtón le a pincébe, a tudattalamba. És ezáltal a szoba mindig tiszta marad. Mindig van benne hely, tér, látás. Erre törekedj. Köszönöm szépen. Szívesen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az én kérdésem a gyermekemmel kapcsolatos. Elég nehéz év áll a családunk mögött, és ezt úgy kell érteni, hogy szeretett személy halála mindenféle balesetek, lábtöréssel, egyebekkel. És azt gondolom, hogy mi a férjemmel viszonylag tűrhetően átvészeltük magunkhoz képest, viszont a gyerekeken azt látom, hogy most kezdenek már besokalni. Tehát konkrétan ilyen mondat hagyta el a lányom száját, hogy ha valami történik még ebben az évben, akkor most már nem tudom, mi lesz. És hogy igazából tehetetlennek érezzük magunkat ezzel kapcsolatban. Az első és legfontosabb dolog, hogy hagyd a gyereket gyereknek lenni, és ne engedd, hogy a felnőtt terhét vigye. Tehát az a dolgotok, hogy a gyereket nem elzárni a világtól, és nem Egyfajta biztonsági zónában hagyni, hanem kivinni a világba, élményeket, tapasztalatokat szerezni, és nem engedni, hogy a felnőtt helyébe lépjen. Szeretett személy elvesztése nagyon gyakran azt jelenti, hogy a gyermek bűntudatot érez, a gyermek pótolni akarja, a gyermek a helyére lép, hogy a család harmóniája, egészsége helyreálljon. És ezt nem lehet. Túl nagy a teher. Mondani kell neki, hogy kislányom, ez az én terhem, én elbírom. Neked ezt nem kell vinned. Kisfiam, neked most más a dolgod, ne ezzel foglalkozz. Ez az egyik. Tehát leválasztani az idegen karmát, és a saját útját járja. A saját korosztályának helyzetének megfelelően. A másik pedig megfelelő mennyiségű közösen töltött idő, és pozitív tapasztalás a kirándulástól kezdve a közös alkotásig, a közös losimogatásig bármi. De mindaz, amely a szó egészséges értelmében feletteti a veszteséget a teremtés által, mert a veszteség helyén egy új realitást teremtünk, ez a természetes. Úgyhogy megadni a teremtés, a kreativitás lehetőségét, levenni róluk azt a karmát, ami nem az övék, és nem engedni azt, hogy olyan szerepet vegyenek föl, olyan helyet foglaljanak el a család mátrixában, amely nem az övék. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt is találkozhattunk, és remélem a közeljövőben majd az elvonuláson is fogunk találkozni hamarosan. Az őszinteségre térnék vissza, amit az előbb említettél. Pár évvel ezelőtt dolgoztam olyan helyen, ahol kollektívában kellett dolgozni, és visszatekintve erre az időszakra azt kell látnom, hogy együtt sodródtam az árral. Ha a kollektíva egészen ment jobbra, akkor én is mentem jobbra, hogyha ment balra, én is mentem balra. Ez egy termelőszövetkezet volt? <laughs> Nem. Azt is... nevezték korábban az emberi oldalát kollektívának kollektíven dolgoztunk együtt, egy szociális intézményről van szó egyébként, és konfliktusok nyilván minden munkahelyen adódnak, és visszatekintve erre az időszakra, mindig a könnyebbik úton haladtam akkoriban én is. Most, hogy úgy gondolom rátértem az útra, és az entanításait követve, most az őszintességet kiemelve, a mostani munkahelyen igyekszem elkerülni ezt a szituációt, viszont úgy érzem, hogy nagyon egyedül vagyok ezen a téren, mert közösen kell dolgoznunk, és néha úgy érzem, hogy kivonom magamat a közösség alól azáltal, hogy ha nem mondom a véleményem. De ha mondom a véleményem, akkor is őszinte vagyok, akkor tudom, hogy magamra borítom azt a bizonyos völdröt a fejemre. Úgy légy őszinte, hogy nem mondod a véleményed. Az őszinteség nem azt jelenti, hogy az igazságunk tudatát ráborítjuk a másik emberre, mert szinte biztos, hogy az ő igazság tudata az más. Tehát néha még abban sem tudunk egyetérteni, hogy az ég kék, mert a másik azt mondja, lehet, de az énegem az kékebb, mint a tied. Ne a véleményalkotást akard közös térnek, közös lelkiségnek, mert az nem lesz, vagy nagyon rövid életű lesz. A közös cselekvés az lesz igazából a az őszintességnek a csatornája. Szuncánz Mester az emberi kapcsolatokat nagyon egyszerűen és világosan látta és tanította, és nekünk, friss tanítóknak azt mondta: Ha valaki nyitott, taníts neki a darmát. Ha valaki kevésbé nyitott, mond neki kedves szavakat. Ha még erre sem nyitott, akkor csak add meg neki, amire szüksége van. És ha ez sem megy, akkor csak cselekedj vele közösen. Ez pontosan azokra a helyzetekre vonatkozott, ahol kollektíva van, ahol csoport van, ahonnan nem tudod kihúzni magad akár családi, munkahelyi vagy egyéb kötelességek miatt, mert te és a másik ugyanazt vállaltátok. Ezért egy helyen vagytok. Ezért viszonyulni kell egymáshoz. És a többségünk azt gondolja helyes viszonynak, hogyha az ő véleménye, meg az enyém, az nagyjából azonos. Nem. Én most őszintén nem mondom el. Azt érzem őszintének, hogy én most hozzád nem beszélek. De közben nem gondolok rólad jót vagy rosszat. Csak úgy látlak, ahogy vagy, az én tükrömben megmutatkozol, és nekem rólad nincs véleményem. Ezt tudod, hogy milyen vélemény gyilkos? Nem csak a sajátodat veszik ki tőből, a másikét is mert egy ideig próbálják, hogy tessék már valamit reagálni. Egy kis provokáció csak belefér. Na, majd csak megmondja, mit gondol. És ha te csak a pillanatot tükrözöd, helyes érzelmi hidat építesz ki, de nem beszéled túl, cselekedtek, és az ütemét fölveszed az embernek, a társaságnak egy év válsz a cselekedettel, magyarul nincs benned hiba erényt sem akarsz kovácsolni, ez nagyon fontos, ne tűnj ki. Tedd a dolgod, minőségben, szépen, egységben, de ne tűnj ki. Ne is maradj alul. És előbb-utóbb megszoknak téged, hogy te nem alkotsz véleményt. Kommunikálsz, de az nem vélemény alapú. Ez egy nagyon jó tréning. Így is lehet őszintének lenni. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Jó régen élem úgy az életemet, hogy tudom úgy nézni az eseményeket, mint egy filmet. Ezért nincs bennem szélsőséges érzelmek, harag, stb. Ezt élveztem is, meg most is élvezem. De amikor történt az életemben egy olyan, hogy három év alatt három nagyon közeli családtagomat vesztettem el, és akkor sem billentem ki nagyon, akkor úgy megkérdőjeleztem, hogy ez most micsoda, hogy ez, ez nem is jó vagy. Most érzéketlen vagyok, vagy most, most, most mi van velem? Mindig csak filmként láttad? Nagy részt. Jó. Mi voltál te a filmhez képest? Rendező vagy színész? Is-is. Mikor rendező, mikor színész? Most erre a konkrét esetemre gondolsz, Nem. vagy általában? A vagyok kíváncsi. Mikor rendező, mikor színész? Bizony, mert ezen múlik. Minden ezen múlik. Hát általában né nézem, és akkor, hogyha úgy van, akkor reagálok. Nem, nem, nem tudom. Nem tudom, ez erről a nem választ. tudom az, ami kétséget ébreszt benned. Ez egy kis nem tudom. Nem a nagy nem tudható, ez egy kis kétség. Ha teremtő vagy, akkor vagy a rendező. Ha cselekvő vagy, akkor vagy a színész. Ha csak elmegy előtted, és látod, akkor pedig csak néző vagy. Hát leginkább és, néző. És ez a baj. Mert akkor érzed azt, hogy valamit, valamit elmulasztottam, valakit nem vettem figyelembe. Nem. Akkor nem. mi a baj? nem, nem érzem, hogy elmulasztok valamit. Három veszteségről beszéltél. Nem mulasztottál el sem? Jaj, dehogy nem, de hmm. én most az általános, Nincs általános. képet nem. Ja, hogy a, a, ja, a vesztességekről, ezt kérdeztem, ez vagy a vesztességemről kérdeztem. A vesztességed. Ugyanis, hogyha nem veszed föl tisztán a három szerep valamelyikét, akkor nem vagy megfelelő viszonyban az emberekkel és a világgal. Nagyon sokszor szeretnénk csak nézők lenni. Nem elég. Rá kell jönnünk, hogy mi teremtjük a magunk részét, mi teremtjük, és azt is, hogy nekünk dolgunk van ezzel, az pedig a színész felveszük az avatárt, uh -huh. Felvesszük a személyiséget, és dolgozunk vele. Tudod, hogy nekem ma hány személyiségem mutatkozott meg az adott karakterem belül? Nagyon sok. Voltam ma sofőr, voltam ma anyám fia, vagyok most tanító, később leszek férj, holnap is, később is. Tehát, amilyen avatárokat te üzemeltetsz, amilyen személyiséget te mozgatsz, az a dolgoddal, a viszonyaiddal, a működéseddel függ össze. De ha nincs meg a rendező, akkor ezek szépen ott össze vannak egy káoszban gabajodva. Mert csak a szeretem, nem szeretem tudat az haigája az összeset egymásra. Mert ha látod, hogy mi a dolgod, ha látod, hogy te teremted, és hogy mikor cselekedj vagy ne cselekedj, akkor ez a három el tud különülni a rendező a színész és a néző ezt valósítsd meg és akkor akkor nincs kétség nincs hiába valóság nincs veszteség az emberek jövése és menése természetes az hogy megszületünk és meghalunk az természetes a fák a négy évszakos éghajlaton tavasszal kirügyeznek ősszel lehullatják a leveleiket, és nincs vesztesség vagy nyeresség tudatuk. Vajon miért? Következő kérdés. Tessék itt. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Én először hallak téged, és nagyon örülök, hogy eljutottam ma ide. Lehet, hogy a kérdésem nem lesz egészen érthető vagy tiszta. Az elmúlt időszakban én nagyon sokat beszélgettem bántalmazott családokban élőkkel és gyerekekkel is. És így az őszinteség kapcsán jött ez a kérdés, hogy az emberi életben, vagy esetleg a gyerekkorban, hol van az a pont, amikor egy gyerek, aki függ a két gyökerétől, a az édesanyjától és az édesapjától mondjuk kiléphet egy ilyen kapcsolatból, mert az a négy dolog, amit elmondtál, ha nem tudok tanítani, legyek kedves, vagy csak cselekedjek együtt, tehát hogy vannak az életben olyan helyzetek, amikor, amikor ez sem lehet. Szívem legmélyéből azt kívánom, hogy én ezt tudjam, de nem tudom. Nem hinném, hogy lenne a Földön olyan ember, aki felelősséggel ezt állítaná, hogy egy gyermek mikor tud a saját lábára állni, mikor léphet ki abból a, a szorító vagy bántalmazó környezetből, ami a családi otthon. Erre nincs recept. Egy viszont bizonyos, korábbi karmánk alapján születünk le. Gyermek és szülők összetartoznak, egymást feltételezik. Az áldozat és az elkövető körben forog. Egyszer az egyik, egyszer a másik. Tehát azt a karmát kell megszüntetni, amely a bántalmazást létrehozza. Miért? Ha ezt például a gyermek, aki felnő, elkerülhetetlenül, nem veszi ki magából, egy újabb bántalmazó családot fog létrehozni. Sőt, olyan társa lesz, aki ezt a bántalmazást vagy adja, vagy kapja szinkronban vele. Mert a karmák horizontálisan és vertikálisan is összetartoznak. Zsák és foltja. Igazából az a kérdés, hogy a bántalmazást, mint sajnos életformát hogyan szüntetjük meg. Az, hogy a gyermek mikor önállósodik, fizikailag, lelkileg mikor lép ki a családból, engedd meg, én ezt másodlagosnak tartom. Mikor szűnik meg a lélekben az az önérvényesítés, amely rendkívül alacsony szintű, és a mások fájdalmából definiálja önmagát, mások sérelméből nyeri a boldogságát? Úgyhogy ezen a karmán kell dolgozni, amikor pedig a gyümölcs érett, akkor leesik a fáról. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Köszönöm szépen. Nekem van egy 16 éves lányom, akit ez a digitális világ teljes mértékben most úgy tűnik, hogy beszippantott, tehát magában, ha tehetné, 24 órában játszana ugye te is említetted ebben a beszédben, hogy ez egy, nem egy helyes út. Én ezt szülőként látom, és úgy érzem, hogy megpróbáltunk sok mindent, hogy őt ebből kiemeljük ebből, de vesztésre állunk. Mit tudsz tanácsolni, hogy mit tehet egy szülő ilyen helyzetben? Van-e? Pontosan a fordítottját, amit a szülők ösztönösen, jó akaratból, szeretetből csinálnának, hogy megpróbálják kiszedni a szobából, kikapcsolni a gépet, valami más felé irányítani. Ha tényleg azt mondod, hogy vesztésre álltok, akkor szerintem pont a fordítottjára van szükség. Bezárod a szobájába, és eldobod a kulcsot. Nem adsz be élelmet, nem adsz be vizet, előbb-utóbb kinyitja az ajtót, és kijön. És amikor kijön, akkor gyorsan zárd be mögötte. Szó szerint akik belevesznek ebbe a világba, azok előbb-utóbb elveszítik a kapcsolatukat a fizikai érzékszervi síkkal. Nem esznek rendesen, nem isznak rendesen, nem alszanak rendesen, és a működésük teljesen fölborul. Elvesztik a szinkront a világgal. A barátaik is csak online vannak. És innentől kezdve, vagy áramszünet, nincs áram vagy pedig túlvezérlés. Tehát az alulvezérelt szélsőség nincs áram. Tehát olyan irritáció tud létrejönni, elmondhatatlan. Egy busztúrán voltunk buddhisták és külföldi buddhisták így együtt, és a templomból lementünk az alaszántói sztúpához, ez egy négy órás út volt az adott busszal, és nem volt megfelelő térerő a külföldi 11 éves fiú roamingjához, és nem tudta az adott csatornáját, felületét nézni, a második órától kezdve a szülőknek már nyugtatgatni kellett, a harmadik óra végétől reménytelen volt a történet, mert kezdte a szaktársakat tényleg ütni és amikor kiszálltunk a buszból, és végre lett megint térerő, akkor habzó szájjal üvöltve rohant el, hogy neki azonnyomban kell az a tartalma, amit négy órán keresztül nem tudott megfigyelni, és magába szippancsolni. Ez ennyire durva tud lenni. Tehát ez az egyik út. Alulvezérlés, nincs áram, túlvezérlés, nem engedlek ki. Te fogsz enni, te fogsz inni, te fogsz magadra mosni, semmit nem csinálok, érted? Mert te így döntöttél. Mind a kettő az elképesztő lelki erőkkel. Döntsd el, hogy melyikkel tudsz inkább azonosulni. És van egy harmadik, ami szerintem nem esebb, de nehezebb. Az azt jelenti, hogy eljátszol vele egy játékot. 5 -16 éves, így van? Akkor mondasz neki, hogy édes lányom, szeretném, hogy ha most velem is játszanál. Beszélgetve. És az egyik játék az, hogy van egy párhuzamos univerzum ahol van egy ugyanilyen föld, egy ugyanilyen város, egy ugyanilyen lakás, meg te, meg én, annyiban különbözik ettől a földtől, hogy nincs a karmádnak kötelező előzménye és elkerülhetetlen következménye. Magyarul az az elképesztő nyomás az okozatiságban, a karma törvényében, amit mi mindannyian élünk itt, és engedelmeskedünk is neki, az nincs. Bárki lehetsz, bármi lehetsz. Mit tennél? ki lennél. Ez a párhuzamos univerzum, és kéred, hogy ezt írja le, memóriafogas, nagyon divatos, következő játék. Képzeld el magadat, ezen a Földön nincs párhuzamos univerzum, csak ez van. És adj hozzá most magadhoz 40 évet. 40 évet. Ki lennél? Mit csinálnál? Memóriafogás kettő. És most jön a játék legdurvább része? Képzeld el, hogy ebben a pillanatban a lelkednek át kell menni egyik testből a másikba. Magyarul meghalnál, és újra születnél pillanatnyi késedelem nélkül. Nem fáj. De megtörténik. Nem kell tőle félni, de elkerülhetetlen. Mi lenne az, amit eddig a pillanatig te kiraknál magadból, és beraknál magadba? Van rá pár másodpercet, hogy azt változtass magadon, amit szeretnél. Mi lenne az? Nézzétek meg az eredményeket. Hogy az első, a második és a harmadik memóriafogason mi van. És akkor beszélgessel arról, hogy mit lát magából, mit lát a világból. Ugyanis amennyire különbözik a három memóriafogás tartalma, annyira rosszul ismeri magát. Tehát ki lehet billenteni a nézőpontból, vagy a megvonással, vagy a túlvezérléssel, vagy az alternatív játékkal. Hogyha 16 évesen ennek a világnak a rabja, akkor nagyon kevés az esélye, hogy kreatív lesz. De mégis egy negyedik módszer lehet, hogy a puszta játékot azt valami művészire, digitálisan művészire fordítja, és elkezd egy más programmal, hasonló intenzitással úgy dolgozni, hogy ami tehetség még benne megmaradt, amit a digitális világ még nem marcangolt szét a nullákra és egyekre, azzal elkezd alkotni, elkezd teremteni, és akkor már ő uralja a digitális világ teremtő részét, és nem pedig ez a világ teremti őt, az ő személyiségét, az ő életelményét. Óriási a különbség. Egyéb kérdés? Nekem az a kérdésem, hogy a korábban más hagyományban tett fogadalmak mennyire befolyásolhatják az útonjárást? Amennyiben elhiszed őket. És én úgy gondolom, hogy ha fogadalmat tesz az ember, az nagyon beivódik az azonosság rétegébe. A megfelelő hozzáállása az nagyon fontos. Tehát például a zenben a fogadalmak relatívak. Nagyon jó kell tudni, hogy mikor nyitottak és mikor zártak. Mikor tartod meg és mikor szeged meg őket, ezt teljes tudatossággal látni kell. Nem csak azért, mert tökéletes ember nincs, hanem ezek a kapcsolók, a nyitott, a zárt, a megtartom, a megszegem, ezek jelölik ki az élet útját. Ez elképesztően fontos. Teljesen mindegy, hogy milyen hagyomány. Ha te hiszel abban, és nem adtad vissza ezeket a fogadalmakat, akkor azok érvényesek. És működnek a tudattalanodban. Miért? Mert te oda tetted őket. A szertartás az erre való. Ha te már nem érzel közösséget a felvett fogadalmak és magad között, akkor azokat vissza kell tudni adni. Ha más nem, akkor magad előtt, vagy a barátok előtt, vagy az adott közösség előtt, ha lehet, kijelented, hogy számodra ezek már nem érvényesek, ezeket nem kívánod követni, és téged így fogadjanak el. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Először is köszönöm szépen, én is, hogy itt lehetek. A kérdésem az lenne, hogy mitől van az, hogy azt érzem, hogy minél jobban megy a gyakorlás, az élet annál nehezebb kezdeni. Tehát, mintha kezdene. Mert megvan a helyes hozzáállás. Azért. Hogy tessék? Megvan a helyes hozzáállás, nem a könnyebbik végén fogod meg a dolgokat. Uh -huh. És amikor jönnek az eredmények, azok bizony minőségibb és magasabb szintű eredmények lesznek mint hogyha csak úgy könnyedén a szeretem, nem szeretem tudatot követve az ember ugye minél gyorsabban, minél több pénzért, minél élvezetesebben, minél... Hát ez így nem megy. Tehát vagy minőséget teremtünk, mely által azzá válunk, akikké lenni szeretnénk, vagy ez az egész úgy, ahogy van illúzió, így, ahogy van. Úgyhogy ne nehezítsd, ne könnyítsd. Lásd, hogy mi az, és ha érdemes, csináld meg az, hogy érdemese vagy sem, abból is tudod, hogy méltó-e hozzád, vagy sem. Hogy azzá válsz-e, akivé lenned kell, illetve lenni szeretnél. És hogyha akivé lenni szeretnél, és akivé válnod kell, az ugyanaz, na az egy éret hozzáállás, az egy érett járás. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Én az elmúlt időszakban gyakran hallom azt, a, azt az állítást, azt a kijelentést, hogy a, a meditáció és a buddhista meditáció az egy önismereti módszer. Az én megértésem eddig az volt, hogy a buddha és a buddhista tanítások meghaladni vagy megszüntetni akarják az egót, nem pedig megismerni. Tehát az a kérdésem, hogy meg kell -e ismerni az egónkat ahhoz, hogy meghaladhassuk? Ha azt mondom, hogy megismered a személyiségedet, és ezáltal meghaladod az egoitásodat, az milyen? Mert valójában ez történik nem tudod úgy megismerni, hogy ne halad meg, és ha meghaladod, meg is ismered. Tudod, hogy hogy készültek a Földről a legalaposabb felvételek? Műholdra. Tehát a műhold az az igazi meghaladás, mert a gravitációt egy hatalmas rakétával meghaladta, és elképesztő rálátás van a Földre. Olyan felbontás, hogy semmi más ezt nem tudja. Tehát a megismerés és meghaladás az gyakorlatilag ugyanaz, mert ha rálátsz, akkor az azonosulás már megszűnt. A karmánkkal való azonosulás, a karmánk abszolútnak látása, az az egoitás ugye, hozzáállása, az ego nem egy önálló létező, nem egy önálló lény. Mert ha az lenne, elég lenne kioperálni, vagy elzavarni, és akkor megszabadultunk. De nem ez történik abban a pillanatban, hogy a megkülönböztető gondolkodásból ítéletalkotás lesz, beáll az egoitás vas, kemény fala. Mihelyt a relatív karma élménye visszaáll, beállnak a határaink, az egészséges sejthártya. Az a határ, amit meg is tudunk és meg is akarunk tartani. Az ego mindig korlátozva érzi magát. A személyiség boldog, hogyha felismerte a határait. Köszönöm szépen. Szívesen. Kérdésem a következő lenne. Milyen tanácsot vagy útavarót tudsz adni annak, aki elindult már, vagy megpróbál elindulni a szatva úton? Ki lenne az? Mert ez nagyon személyfüggően. Itt ül előttem? Nem tudom. <síl> Legyen kitartó, készüljön fel a csalódásokra, és kívánom, hogy tapasztalja meg a bótiszatva utoljáról, hogy mi az, hogy ébredj föl és segíts másokon. Másképp nem tudsz segíteni érdemben másokon, csak ha fölébredsz, hogy meddig, milyen mértékben, az teljesen mindegy. Csak följebb, egy picit följebb. Vagy nagyon följebb. És abban a mértékben tudsz már segíteni másokon, és akkor már nem érdekel, a puszta emberi véleményalkotás, hogy téged ezért szeretnek vagy nem szeretnek. De az okozatiságot látni kell, hogy hibázol vagy sem. Hogy sikeresen segítettél vagy sem. Tehát készülj fel arra, hogy az emberek egy része ezt nem fogja érteni, nagyon sokáig nem fogják értékelni, mert te másképp gondolkodsz, te mást akarsz, te más, 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 mert nem mész együtt a lemingekkel így rohanva a szakadékba bele. Tehát a bódhiszatva az a világban megjelenő, önzetlenül segítő, megvilágosodásra törekvő és azt részben elérő lény. Fő kell kötni az alsó nem rendesen. Mert hogyha itt az ember letér az útról, akkor már szükségszerűen csak valami kevesebb lesz, amit vállal, és ez az ő élménye. Önmagában, amit vállal, az nem rossz és nem jó, nem alább vagy fölébb való, mint a bóthiszatva út az illető kevesebbnek, rosszabbnak, méltatlanabbnak fogja érezni. Miért? Mert feladta. De ne add föl. Ha egyszer elvállalod, ne add föl, mert akkor magadban csalódsz, és ennél rosszabb nincs. Azt, hogy déli bábok vannak a sivatagban, és csak egy oázis, azt elbírjuk. De az, hogy magunkban csalódunk folyamatosan, mert nem volt bátorságunk vállalni azt, amiben hittünk, az a legnagyobb baj. Nagyon kevés igazi tanulságot szűrtem le életemben, én egy nagyon nehezen tanítható ember vagyok. Nagyon nehezen hiszek el bármit. És az egyik nagy tanulság az volt, hogy azokkal társulj, akikben bízol, olyat tégy, amelyben okod van hinni, és legyen bátorságod e kettőt végigvinni. Most ez már a bóthiszatva útból, mint maximából fakad. Úgyhogy ha a bizalom, a rálátás és a bátorság megvan, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy baj már nem lehet. Na, ha ezeket elkezded elveszíteni, akkor kifut a bót a jármű üzemanyagból, a navigáció valami egész más koordinátát kezd el mutatni, hirtelen forgalmi dugók jelennek meg előtted, és állandóan csak piros lámpák és útépítések, és nem jutsz sehova. És nem tudsz kijönni a körforgalomból onnan tudod, hogy az elme átvette az uralmat. Onnan tudod, hogy elhitted magad vagy mások véleményét. Onnan tudod, hogy senki nem akadályoz meg az útonjárásban, de te magad most egy ilyen 20 tonnás betontömböt tettél magad elé. Egyik legfélelmetesebb élményem Szőulból, Dél-Korea fő fővárosában, amikor először a reptérről bementünk a belvárosba, és nappal volt, és az ember egy kicsit ilyen kómásan az időeltolódást, tehát nézi, hogy mi van, és egy kettőször öt sávos bevezető út fölött hatalmas betontömbök, ilyen több tucat tonnás betontömbök ott sorakoztak. És így megkérdezem a éppen angolul tudó hogy ugye már mondja meg, hogy az ott mire jó, mert se, se, leje, se, se fa, semmi nem volt, hogy miért. Szóval, hogy ja, azt mondja, ez azért van, hogyha Észak-Korea megtámadja Dél-Koreát, akkor ezeket felrobbantjuk, és a tankok nem tudnak átjönni. Ja, így is lehet élni. Így is. Hát, hogyha azok a betontömbök, azok felrobbannak és így lemennek, az az igazi tankcsapda. <laughs> Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a fejlődésünkben, amit szeretnénk, hogy ívelő legyen felfelé, abba a szenvedés az egy kötelező elem, vagy hát ezt a karmánk adja, vagy nem adja? Nem kötelező, de úgy tűnik, hogy néha kikerülhetetlen. Nem kötelező szenvednünk, csak a korábbi megtermelt karmánkat, azokat valahogy szemügyre kell vennünk, és néha a következményeket elszenvedjük. Négy nagy szenvedés van. Születés, betegség, öregség, halál négy kis szenvedés van, nem megkapni, amit szeretnél, olyan társaságban lenni, ahol nem szeretnél lenni, és ezeknek a fordítotja a másik kettő. És a helyzet az, hogy mindenképpen a hibáinkkal szembe kell néznünk. Ha jól nézünk szembe, akkor feloldjuk a szenvedést, onnan tudod, hogy nem ismétled meg a hibát. De szenvedés van a Földön. Nagyon sokan ezt a fájdalommal, a nélkülözéssel és a halállal azonosítják. Részben van átfedés, mert ezek tényleg szenvedésteli minőségek, de bizony van csendes, magányos, fizikai érzékszerveket nem érintő szenvedés. Látszólag minden rendben van, de épp te meg akarsz halni. Tehát úgy tűnik, hogy a fejlődésnek néha egy szükségszerű velejárója az, hogy neked valami fáj, hogy valami hiányérzeted van, hogy bűntudatod van, hogy hibát követsz el, enélkül nem tudnánk a helyes irányba haladni. Az, hogy ezt ki milyen szinten éli meg, az egyénfüggő, családfüggő és társadalomfüggő. Láttam rendkívül szegény embereket, akik buddhista templomok környékén éltek, és elmehettek volna naponta énekelni, meditálni, hogy a karmányokon javítsanak. Nem tették. Pedig szenvedtek. És láttam Ázsia több pontján nagyon gazdag és jólétben élő családokat, ahol mindenki buddhista gyakorlatot folytatott, nem kellett szenvedniük, de ők már tudták, miről szól. Tehát egy nagyon kevés szenvedés, nagyságrendel kevesebb kudarcélmény, sikertelenség, frusztráció. Elég volt ahhoz, hogy pontosan tudják, hogy mit kell tenniük, hogyan haladjanak az úton és van, aki sokkal keményebb, katasztrofális csapások alatt sem hajlandó belátni, hogy valójában mi történik ezen a Földön, és valójában belül mi van. Tehát ez nagyon relatív. A buddha erre egy olyan hasonlatot mondott, hogy nagyon sokféle tanítvány van, de a legjobb tanítvány az, mint az a ló, amelyik a gazdája gondolatát is érzi. És a gazdának meg se kell nyomni se combbal, se sarokkal, még a csípőjét se kell arrébb tenni, hogy a ló azt csinálja, amit kell. A kicsit vastagabb tudatú ló az nem ért a gazdája gondolatából. Ott csak a fizikai kicsit ráhatás az. Régebben meg is sarkantyúzták a lovakat, most már remélem nem. De van, amelyik ló csak abból értett. És volt olyan makacs ló, hogy sajnos meg kellett verni, és folyt a vére, és csak akkor, akkor értette meg, hogy miről van szó. A kérdés az, hogy te milyen tanítvány szeretnél lenni. És ez nagyon nagy összefüggést mutat azzal az őszintességgel, amelyen látod magadat, a másik embert és ezt a világot. Minél őszintébb vagy, annál kevesebb szenvedés kell. Azt szeretném megkérdezni, a videóidban felhívtad a figyelmünket arra, hogy rá kell az embernek jönnie, hogy miért született oda, ahova, és ők. Abba a családba. Bizony, ahova. rengeteg energia van benne, lekötve. N milyen módon tud az ember erre rá? Úgy, hogy kérdez. Kérdezi magát, kérdezi a szüleit. Már azt nem tudom megtenni sajnos. Akkor magadat kérdezed, és a rokonságot, és felfeded a család történetét, és rájössz, hogy a megoldatlanságaid, az nem pusztán a tieid, lehet, hogy az édesanyádé, a nagymamádé, az egész női vonalé volt, Nagyszüleimet egyáltalán nem ismertem, tehát eléggé meg van kötve a kezem azért, mondom, akkor gyakorlatilag magamra. Akkor magadban fogod megtalálni, és nem biztos, hogy pont a családi karma fog ehhez segíteni, hanem az, hogy mi a dolgom. Valójában ez az egyetlen kérdés elég. Én azzal kezdtem, amelyik a leggyorsabban választhat erre, de ha ez a környezet már nincs meg, akkor belső munka kell. Belül felteszed azt a kérdést, mi a dolgom? A miértek azok nem szükségesek, hogy az elmét elkezdik végtelen ciklusokba küldeni. Miért? Azért. Mert miért? Mert azért. Miért? Azért. Miért? Azért. És ez nem jó. Nem vezet eredményre. Mi a dolgom? És engeded, hogy a válasz a kérdés mellé szegődjék. Onnan tudod, hogy a válasz a tiéd, hogy nem mozdul el a kérdés mellől, holott nem akarod, vagy taszítod. Nincs vonzás és elutasítás. A tudat teljesen tiszta, mozdulatlan és tükörszerű. És akkor a kérdéshez nagyon tisztán odaszegődik a válasz, és nem is mozdul el mellőle. Olyan, mint a jó párkapcsolat. Oda megy melléd, és nem mozdul el mellőled. Igen. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy régen elég magabiztosan kijelentettem dolgokat, ha úgy tetszik, adtam tanácsokat, és aztán észrevettem, hogy az élet általában elég hamar megmutatja, hogy hoppá okos voltál, akkor tessék, most megmutatjuk, hogy nem így van. Mostanában azt kezdem észrevenni, hogy egyre csendesebb vagyok, vagy nem mondok semmit, és ha van véleményem, akkor is inkább magamba tartom, mert úgy vagyok vele, hogy már annyiszor megégettem magam azzal, hogy véleményt nyilvánítottam, hogy így szépen lassan, úgymond elcsendesedtem. És a kérdésem az az lenne, hogy igazából érzi azt az ember, túl lehet ezen lépni, amikor már azt mondom, hogy ismét merek valamiről véleményt formálni, vagy ez megmarad már egy ilyen csendes, megfigyelő ember leszek? Szerintem én nem félnék a helyetben attól, hogy csak csendes, megfigyelő ember leszek, de a tudatosságnak egy újabb dimenzióját elsajátítod. Ez az a nyugodt, mozdulatlan, nem véleményt nyilvánító, tisztán látó minőség, amire egyébként mindannyiunknak égető szüksége van. Enélkül nem tudnánk megfelelő teret adni a karmának, magunkénak sem, másokénak sem. Nem tudnánk hátra lépni, mert nem lenne hova. Tehát ez a nyugalom, ez a nem duális, nem véleményalkotó tudat, ez nagyon fontos. Én nem arra sarkallak, hogy aztán megint nyilváníts véleményt, ha már egyszer beláttad, hogy hiába való. Hanem tedd fel azt a kérdést, hogy miben segíthetek akár kifelé, de leginkább befelé. És hogyha ez a hozzáállás van, akkor a szavaid nem vélemény lesz, hanem segítség lesz. Nem okoskodás lesz, hanem jó tanács lesz, és csak annyira, amennyire a másik nyitott rá. Van egy pár alapérték. Az első mindenkinek az autonómiája. Tehát amikor azt mondtam, hogy az énség képzetét nem tudjuk az édenkerti palaszba visszagyömöszölni, az azt jelenti, hogy mindannyiunknak van egy autonóm személyisége, amelyet, ha jól vezérlünk, mindenhová elvisz minket, mert van kellő önbizalma, jövőképe, hite, energiája, erőkifejtése, és tesszük a dolgunkat. És rájöhetünk arra, hogy mi a dolgunk. Viszont ha másoknak segítünk, akkor ezt az autonómiát nem vehetjük el. Nem hozhatunk helyettük döntéseket. És ha innen nézed, valójában nagyon kevés kell ahhoz, hogy egy másik embert segítsünk. Sokkal kevesebb beszéd, mint az állandó véleményalkotás, vagy a meggyőzés, a rádumálás, a lebeszélés, a panaszkodás, különböző rávetítések, ez mind felesleges. A véleményekkel megint semmi rossz nincs, csak hatékonytalanok egyszerűen nem működnek, mint a farrahány borsó. De valakinek mondjuk segítesz meglátni az igazságot, és nem azt mondod, hogy te látod helyette, hanem segítesz neki fölnyitni a szemét. Az már az ő látása, az már az ő igazsága. Ezzel az autonómiáját növelted, és egy ponton lehet, hogy hálás lesz. Tehát a szavainkat és a tetteinket, a gondolatainkat és az érzelmeinket, ha ez a kérdés vezérli, hogy miben segíthetek, akkor helyes úton járunk, és előbb-utóbb a véleményalkotás helyett valami egész más történik. Valami sokkal bensőségesebb, mélyebb és tisztább történik. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Én kívánom azt, hogy együtt járjuk az utat, gyakoroljuk a zen egyszerű és tiszta tudatállapotát, tapasztaljuk meg azokat a kuanokat, paradoxonokat, amelyek kivezetnek ariadné fonalaként a saját labirintusunkból, érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.